Jó napot, jó estét kívánok a Sport TV nézőinek. Váridi Péterrel egyetemben hívom önöket az OTP Bank Liga nyitányára a 13. fordulóban. Ugye a 13-asról azt szokták mondani, hogy ez vagy szerencsés szám, vagy nagyon-nagyon szerencsétlen szám. Hát valószínűleg ez így lesz majd ebben a fordulóban is, mert azok a csapatok, amelyek kikapnak majd, azok nem fogják a 13-as dicsőíteni. Honvéd DVTK mérkőzés jön majd hamarosan Kispestől. Először ennek esélyeit taglaljuk majd Péterrel röviden, mert aztán lesz rá még több időnk is. Szervusz! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Hát hazai pálya Honvédnak, és tudjuk, hogy egy nagyon jó formában lévő társaság, bár az utóbbi hetekben egy picit talán megtorpant, a Diósgyőr pedig pont az utóbbi hetekben kezdett szárnyalni. Az viszont egyértelmű, hogy mind a két csapatra jellemző, hogy inkább a hazai pálya az, ahol látványos, mondani, jó focit játszanak. Hogy ugye bár a Diósgyőr együttesének az a álomszerű helyzete van, hogy van egy káprázatos közönsége, szinte belehajszolják a győzelembe a csapatot, viszont hát idegenben, ahogy Pulsányi szokta mondani, elég vékonykák. Igen, de viszont folyamatosan erősödik a csapatuk, tehát azért ne felejtsük el, hogy mondjuk Tisza TV-nek a formába lendülése hihetetlen nagyot segít, vagy esetleg Gallardónak az igazán formába lendülése, tehát azért folyamatosan érkeznek, nem is az, hogy érkeznek, mert ez így enyhe túlzás, hanem inkább azt mondom, hogy kezdenek olyan szinten formába lendülni azok a játékosok, akik talán egy picit később lendültek játékba, hogy azért folyamatosan erősödik ez a Diósgyőr. El tudom képzelni, hogy idegenben is most már egy sokkal stabilabb, jobb játékot tud nyújtani. Arra kíváncsi vagyok, hogy mennyien kísérik el őket Kispestre, mert azért tudjuk, hogy a diósgyőri szurkolók szeretnek utazni. Ezt majd hamarosan meg is tudjuk mutatni, meg hát se vonattal, se kocsival nincs messze már Diósgyőrtől. Egyébként még majd megmutatjuk a táblázatot is a későbbiek folyamán, az is a meccs pikantériája, hogy a negyedik helyezett együttes fogadja a harmadik helyezettet, egy pont közöttük a különbség, tehát tulajdonképpen rangadó mérkőzésről is beszélhetünk, volt ez korábban is, csak többnyire inkább az alsóbb régiókban. Nézzük akkor viszont, hogy a 13. fordulóban milyen más mérkőzések vannak még, hát például a kukáért a következő, hát megint csak érintett vagy, mert a Ferencváros Újpest kapcsán nekem az jut eszembe, hogy az Újpestnek utoljára, mint bajnokcsapatnak te voltál az edzője. Most mi a helyzet? Most sajnos azért ez egy kiesés ellen küzdőkért társaság ma még. Azért azt, hogy kihangsúlyoznám a ma még szót, mert biztos vagyok benne, hogy hosszú távon nem lesznek ott. Azért a középmezőnyhöz mind a kettő előbb-utóbb csatlakozni fog, viszont hát pont ezért van a jövési pikantéria. Én nem is emlékszem, hogy valaha volt Ferencváros Újpest rangadó úgy, hogy mind a kettő gyakorlatilag a tabella hátsó felében helyezkedett volna el. Olyannyira, hogy 13. és 15. Igen, hát ennyire pikáns a helyzet, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a mérkőzésen, aki veszít, az per pillanat azt kell, hogy mondjuk, hogy kieső jelöltnek kell tekinteni, attól függetlenül, hogy azért tudjuk, hogy az erőviszonyok nem ezt fogják hozni majd hosszú távon, de most, ezután a hét után úgy fogunk beszélni valamelyik csapatról. Holnap 3-kor tehát a Sport 1-en, Ferencváros Újpest, ezzel egy időben nem messze itt tőlünk a Fáy utcában a Vasas a Paksot fogadja. Igen, hát a Vasas gyakorlatilag egy nagyon stabil csapat lett Vlak mellett, ugye az új edző mellett, viszont keveset nyernek, vagy legalábbis sokkal inkább azt mondom, hogy egy stabil játékot játszanak, de inkább a döntetlen jellemzi őket. A Paks viszont talán kezd egy picit visszatalálni önmagához, régi önmagához, a tavalyi szintjéhez, és most már rúgdos gólokat, ugyan kap is. Egy kiélezett meccs lehet, hát a Vasast ismerve közelebb lesz a nullához az eredmény mind a két oldalon, viszont a Paksot ismerve olyan sokból is születhet, meglátjuk, hogy melyik csapat hogy tud. Az utolsó Zalaegerszeg a Siófok együttesét fogadja, 11. a Siófok. Hát ez élethalál. Én azt tudom mondani erre, mind a két csapatnak élethalál. Megmondom azt is, hogy miért, mert a Siófok ugyan jelen pillanatban nincsen kiesés pozícióban, viszont most már ott van hátul. Most már ott van hátul, és nagyon kevés pontja van. Tehát, hogyha az Zalaegerszegen tudnának nyerni, akkor azt gondolom, hogy ők nagyon nagyot léphetnének előre, önbizalomban is, meg megítélésben is. Viszont ha az Zalaegerszeg végre az első győzelmét megszerzi, akkor Siófok a Kaposvárral együtt ott van, hogy versenyben van a kiesés elkerüléséért. Ezzel a mérkőzéssel egy időben Haladás szombathelyen a Kaposvárt fogadja.
Hát most a Kaposvár mondhatom ugyanezt. A Kaposvár ugyanezt mondhatod, igen, sőt, ők igen. Még egyel több döntetlen hetet. Itt nagyon fontos az, hogy így van, egyrészt a döntetlenek miatt van ugye kevés pontjuk, másrészt pedig ugye a Siófok és a Kaposvár két olyan csapat, aki, hogyha egy kicsit elgondolkodnak mondjuk Újpesten, a Ferencvárosnál vagy Zalaegerszegen, kit lehet utolérni ebből a mezőnyből, akkor mindenki elsősorban ugye a Kaposvárt és a Siófokot mondja. Úgyhogy nekik azért nagyon-nagyon fontos, hogy tudjanak pontokat szerezni. Azt kell, hogy mondjam, a következő mérkőzés, ami itt a Sportegyel lesz 17 óra 30-tól a Kecskemét és a Pápa között. Tehát, hát itt két, hogy is mondjam, csak a közönségnek tetsző játékot produkáló együttes lép majd egymás ellen pályára. Igen, mert mind a két csapat szereti a hát most támadó focit, nem szeretek ezt a szót használni igazán, mert ilyen nincsen, hogy támadó futball, olyan vagy, kinél van a labda és ki tud többet támadni. De ettől függetlenül azért mind a két edzőre jellemző az, hogy szeret nyílt sisakkal játszani. Meglátjuk, a Kecskemét hazai pályán nagyon erős, sok gólt is rúg viszonylag, vagy legalábbis tud gólokat rúgni. Meglátjuk, hogy a Pápa mennyire tud versenyben lenni ebben. Győr Videoton rangadó ez is, vasárnap. A Videotonnak idegenben nem nagyon megy, a Győr pedig hát most csak az utolsó három fordulóban torpad meg gyakorlatilag. Pikáns meccsek, ezt most már mondhatom nyugodtan, végig az egész tabella erről szól. Hát a Győr Videoton meccsen szerintem itt a Győr megszilárdíthatja helyét elől, a Videotonnál pedig el lehet akkor gondolkodni, hogy hogyan tovább, hogyha ezt a meccset is elbukják, hogy lesz ebből dobogó. Hát ugyanezt elmondhatod majd a Pécs-Debrecen találkozóról is, mert bár ugye veretlen jelen pillanatban még a Debrecen együttese, de Pécset azt hiszem elég nehéz dolguk lesz. A Pécset nehéz, az nem vitás, és hát ugye Pécsen egy nagyon bő játékos keret van, hihetetlen sok támadóval, támadó szellemi futballistával, tehát nem lesz könnyű a Debrecennek Pécsen pontot vagy pontokat szerezni. Érzésem szerint az egy pont is megoldást jelenthet a Debrecennek. Szóval itt valamiről beszéltem, a negyedik helyzet Budapest Honvéd fogadja a Diósgyőr együttesét, és nézzünk egy pillantást, vessünk még azért az alsóházra is, ott az a helyzet, hogy a holnapi nagy rangadók közül ugye a Ferencváros, illetőleg az Újpest a 15. és a 13. helyen van, és hát szintén látják majd még nálunk a Kecskemét-Lombard találkozót is, a Lombard jelen pillanatban 9., a Kecskemét pedig a 6. helyen áll. És hát, hogy most már egy kicsit menjünk vissza a múltba is, nézzük meg most először a legutóbbi találkozójukat a két együttesnek. Kaposvárot vendégszerepelt a Budapest Honvéd. A 8. percben Ivancsics végzi el a vendégek szögletét, Danilo megcsúsztatja Okuka mellől, és rögtön gól is. Az ügyeletes kispesti gólvágó ezúttal is beköszönt, ez már a 9. gólja Danilónak. Az már kiderült, hogy nem lesz annyi a meccs, mint a tavalyi szezonban, akkor gól nélkül végzett a két csapat. Egy hatalmas löket a 17. percben Johnsontól, Hajdus fölé tolta. Aztán jön a 35. minútum, egy újabb honvéd helyzet, mi több egy újabb honvéd gól, ki mástól, mint Danilótól. Abbas ívelését követően rosszul jött ki a kaposvári kapus, és itt van a brazil 10. idei bajnoki találata, őrület. 44. perc, éledezik a Kaposvár, és a kaposvári remények is, Kulcsár szabadrugás után debreceni kifejelte, ám 11-es a vége, miután egy szabálytalanság történt, legalábbis a bíró azt látta, hogy Danilo bántotta Balást. Perics pedig biztos lábbal értékesíti a tízit, és ezzel beéri riválisát Danilót a góllövőlista élén, ő is 10 gólos. És aztán jön az 55. percben a hazai egyenlítés, egy óriási bedobás követően átkerül a labda, kapu elé, Kemenes meg oda paskolja Pavlovics fejére. Honvéd leeresztett a Kaposvár, a győzelemért hajtott, volt is lehetőségük, egy kapufa a 80. percben Pedrótól, majd egy nagy lövés Szafaricstól, de a vége Kaposvár Honvéd 2-2. Hát volt két szerencsés gólja a hazaiaknak, de miért eresztett le a Honvéd? Igen, 2-0-ról az ember azt gondolna, hogy egy ilyen tudású csapat meg tudja nyerni. Azért a Kaposvárt ne felejtsük el, hogy a hazai pályán elképesztő vehemenciával tud futballozni, és szerintem ez a 11-es volt a fordulópont, ami hát utalag, ugye már mondhatjuk, mivel Pulsanyi kiértékelte ezt a szituációt, és így már nyugodtan mondhatom én is, hogy nem volt 11-es, és ezért ez egy fordulópontot jelentett a Honvédnál. A Diósgyőr otthon játszott, természetesen telt ház előtt, méghozzá az újonc fogadta a másik újoncot. 9000 néző szokás szerint látta, hogy az első helyzet a Pécs előtt adódik.
Regedei lövését hárította a kapus, de a túloldalon ugyanezt nem tudta kollégája megtenni. Vezet Budovinski fejes góljával a hazai együttes, óriási az öröm, nem csak a védő, hanem a nézők körében, és Budovinski pedig hátvéd létre már 4 találatnál jár. Ez volt a 26. percben, 2 perccel később egy nagy védés a túloldalon. Horváth Zsolt járt közel az egyenlítéshez. 36. minutum, kicsit fönt ragadt a védelem, egy megpattanó lövés, szerencséje van a DVTK-nak, pehje a Pécsnek. Tisza Tibor első hazatérése utáni első bajnoki gólja a Diósgyőrben némi mázlival, hiszen Petrók röviden fejelte ki, aztán itt megpattant a lövés. Aztán a sereghelyén bejött Szeidi szolgálja ki, Tiszát lantosott, elbambult, de a gólt megúszta a vendégcsapat. Az 51. percben már nem, Aburaman passza után Gallardo lő kapura, mit kapura, kapuba, 3-0. A spanyol első gólja az viszont pofás találat. Nem állt le a DVTK, nem is lehet ennyi és ilyen lelkes szurkoló közönség előtt. Itt a következő, de a becsúszó védő nagyot ment, nevezetesen Petrók, Szeidi elől. 73. perc. Egy bomba gól, nagyobb, mint Gallardoé, Tisza Tibor duplázott a meccsen, és növelte 4-re a hazai gólok számát. Amely persze nőhetett volna 6-ra is, de először Luke szabadrugását, majd a legvégén Budovinski fejesét tornázza ki Dibuszi, Diósgyőr Pécs, 4-0. A dolog pikantériája, hogy Budovinski, akit láttuk, hogy az első gólt fejelte, korábban a Budapest Honvéd játékosa volt, és állítólag, hogyha gólt szerez itt is, akkor oda megy, de hang nélkül a kispest kispadja elé. Hát nem szeretem az ilyeneket, megmondom őszintén. Le volt írva itt. Tudom, de attól még én nem szerethetem az ilyeneket. Én azt gondolom, minden játékos. Azt mondta, hogy nem fog szólni egy szót sem. Hát még szép, hogy nem szól semmit. Én azt gondolom, hogy a játékosnak a dolga az, hogy rúg egy gólt, akkor örüljön, ne pedig üzengessen. Én azt hiszem, hogy a Budovinski most az utóbbi időben közel áll meg a góllövéshez, mert szabadrugásból is, és kapu előtti pontrugások után, akár oldalszabadrugás, akár szögletek után nagyon veszélyes az ellenfél kapujára. Benne van, hogy ma gólt szerezzen, de én remélem, hogy inkább a saját közönség elé fog futni. Hát akkor kedves nézők, most kapcsoljuk a helyszínt. A Budapest Honvéd edzője már ott van, Fazekas Erzsébet mikrofonja és a kamera előtt. Sukka Attila csapata pillanatnyilag a negyedik helyen áll a bajnokságban, és a harmadik helyen álló DVTK érkezik ide a csapathoz. Ilyen kicsi a különbség a két csapat között is, mint ahogy a tabellán elfoglalt helyük? Hát, nem tudom igazán megállapítani. Igazán azt tudom mondani, hogy a mi csapatunk az utóbbi időben jól szerepelt, leszámítva az elmúlt hazai mérkőzésünket. Szeretnénk ezt kijavítani, és szeretnénk a mai mérkőzésen ismételten eredményesek lenni. Minek köszönhető az, hogy a Honvéd ilyen nagyon jól teljesít ebben az idényben, illetve mi az, amit a mai mérkőzésen is meg fognak tudni csinálni, és esetleg győzelemre viszik a csapatot? Hát próbálunk jól teljesíteni, de én azt mondom, hogy egy jó csapat igazán akkor teljesít jól, hogyha hazai mérkőzéseit tudja hozni. Na most ez is egy olyan mérkőzés, ahol fontos lenne, hogy eredményesek legyünk. Én úgy érzem, hogy az a váltás, amit nyáron történt a csapatnál, egy pár játékost tudtunk hozni, akik gyorsabbá tették az előrejátékunkat, ezáltal a támadó játékunk is javult, ez mutatja a lőtt gólok száma. Viszont amivel nem vagyok igazán elégedett, hogy volt egy-két olyan mérkőzés, és amiről beszéltünk az előbb, köztük a hazai Paks elleni mérkőzés is, ami számomra értetetlen módon több gólt kaptunk, ami elkerülhető lett volna. A diósgyőriek ellen a védekezés, vagy a támadás kap nagyobb szerepet ezen a mai mérkőzésen? Hát én azt mondom, hogy stabilá kell tenni mindenféleképpen a védekezésünket, mert a Diósgyőrnek az előrejátéka nagyon jó játékosaik vannak, a Tisza Tibi, a Sejlő, vagy lehetne a spanyol fiúkat, a Lukét, a Gallardót mondani, akik az előrejátékban nagyon sokat tesznek. Bízom benne, hogy sikerült az elemzés alapján megtalálni azt a hibapontot az ellenfélnél, amiből esetleg mi tudunk eredményesebbek lenni a mai mérkőzésen, és meg tudjuk oldani természetesen a védekező feladatunkat is. Vannak hiányzók a Honvédnél, most hogy sikerül őket pótolni? Igen, több hiányzónk van, ugye az Elenke most már hosszú idő óta hiányzik, sajnos a Botis nem jött rendbe, őt megpróbáljuk a Lovriccsal pótolni, bejött a jobb oldali védőpozícióból, a Danilo őtsárgalap miatt nem játszik, de hát én úgy érzem, hogy az a fiatal ember, aki eljére került a Dérce Gergőz, maximálisan tudja őt pótolni, azért is igazoltuk őt ide Siófokról, mert rúgta a gólokat ott, és hát bízom benne, hogy most már megtalálja a góllövő ciklőjét. Köszönöm szépen, természetesen hamarosan folytatjuk Bencés Miklóssal.
Bence és Miklós csapata nagyon-nagyon jól teljesít hazai pályán, idegenben azonban még nem sikerült győzni. Sikerült megtalálni a taktikát a mai napra, hogy jöhet ez össze már, mint hogy a győzelem? Hát ezt előre kijelenteni nagy felelőtlenség lenne, de természetesen azon vagyunk, hogy sikerüljön. Nagy fájdalom, hogy az Abdurrahman kiesett a csapatból, hiszen meghatározó a védekezésben az ő játéka. Kíváncsiak én is, hogy mennyire eredményesen tudjuk őt pótolni. Gallardo, Luque, Tisza itt van, és Budovinszki is itt van, akik ugye a gólokat szerezték az elmúlt mérkőzésen, és nagyon jól szerepeltek, nagyon jól teljesítettek. Tehát a csapat azzal együtt, hogy Abdurrahman hiányzik, nagyon erős most is. Hát reméljük, hogy ezt tudjuk is ma bizonyítani, nagyon szeretnénk, és tényleg boldogok lennénk, hogyha haza tudnánk vinni a 3 pontot. Gallardo teljesítménye az elmúlt mérkőzésen a Pécs ellen sokakat meglepett. Voltak, akik azt mondták, hogy nem volt még egészen csúcsformában, és a Pécs elleni mérkőzésen pedig egészen fantasztikusan teljesített. A formája lett jobb, vagy esetleg sikerült valamit megbeszélni vele, hogy másképp csináljon mérkőzéseken, mint korábban? Én azt gondolom, hogy változó volt inkább a teljesítmény, tehát voltak nagyon jó mérkőzései, voltak kevésbé jó mérkőzései, de ez hozzá tartozott mindig az ellenfél stílusa. Nagyon fontos momentum volt, hogy a Pécs nagyon sportszerűen játszott, nem rugdosták azokat a játékosainkat, akik egyébként kombinatív játékra, illetve attraktív játékra képesek, így ő tudott lobickolni, ami természetesen a Pécs sportszerűségét dicséri, ugyanakkor a mi eredményességünknek ez segített. Mi az, ami a Honvéd ellen az eredményes játékot hozhatja majd? Hát nagyon összpontosítanunk kell, hiszen a Honvéd felívelős játéka nagyon sok veszélyt hordoz magában, hiszen elő nagyon jól fejelnek, akár a Délcegre gondolok, vagy a Torgeles annyira, illetve a pontrugásaik is életveszélyesek, pont azok kifolyó, hogy nagyon magasak és jó felő játékosaik vannak a védelemben is, például a Botis, de ugyanaz erősségünk nekünk is megvan, tehát pontrugásból mi is eredményesek vagyunk, úgyhogy már ez önmagában érdekességet hordoz magában. Illetve azért vannak jó gyors játékosaik, erős játékosaik, gondolok itt az Abbaszra, vagy egy jó rúgótechnikájú, mint az Ivancsics Gergő, tehát nagyon sok minden oda kell figyelnünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy szórakoztató mérkőzést fogunk látni, vagy fognak látni a kedves szurkolók. Ez viszont azt jelenti, hogy a támadáson óriási hangsúly lesz. Sukka Attilát is megkérdeztem, hogy a támadás vagy a védekezés az, amire jobban kell ezen a mérkőzésen nekik figyelni, a Diós Győrnek mire kell? Hát ezt Csank János megfogalmazta, hogy amikor nálunk van a labda, akkor a támadásra, amikor az ellenfélnél, akkor a védekezésre kell figyelnünk, de az tény, hogy mi nagyon őszinte futballt játszunk, tehát nem az a mi stílusunk, hogy visszaállunk és védekezünk. Köszönöm szépen, ahogy Bence és Miklós mondta, bizonyára nagyon izgalmas mérkőzés lesz, úgyhogy tartsanak velünk. Reméljük ez így is lesz, de hát most itt neked én feladtam a leckét, hogy figyeljed, hogy mit mond a két edző. Én azt tudom ebből lemérni, hogy ebből még akár egy remek jó mérkőzés is lehet. Sőt, akár sok gól is lehet. No, hiszen én nekem az benne van. Igen, ahogy mondta is Bence és Miklós, őszinte futballt játszanak, ami azt jelenti, hogy tényleg támadó szellemben próbálnak megjátszani. Sokkal többet próbálnak a kreatív játékra hangsúlyt fektetni, és vannak olyan játékosaik, több is, akik képesek gólokat rúgni mérkőzésen, tehát nem egy igazán vagy két játékosra épül a játékuk. A Honvédnál viszont, ugye, ha ők vezetést tudnak szerezni, hihetetlenül erős a kontrajátékuk, hihetetlenül gyors a csapatuk. Ezért várhatóan, ugye egy egész térfelet igénybe véve, nagyon jó kontrajátékot lehet velük játszani. Tehát kérdés, hogy ki fog támadólag fellépni, bevállalja-e a Diós Győr az őszinte futballt itt is, hogy átadja a területet a Honvédnak, és esetleg azzal a Honvéd élni tud. Úgyhogy meglátjuk. És ami még érdekes, ugye a pontrugások, amiről ugye Bence és Miklós beszélt, mind a két csapat nagyon eredményes tud lenni pontrugásból. Nagyon jó fejelő játékosaik vannak, és nagyon jó rúgó játékosaik vannak, akik oda tudják rúgni a pontrugásból a kellőképpen a fejekre a labdákat, úgyhogy akár Tisza Tibor az egyik oldalon, a másikon Ivancsics Gellért, ha jól láttam, mind a ketten játszanak, tehát várható az is, hogy a pontrugások után veszélyes szituációk alakuljanak ki. Természetesen rendelkezünk már a kezdő csapatokkal is, de a helyszínen azt hiszem, hogy még többet tud nekünk elmondani a kommentátor, Matus Krisztián. Engem különösen az érdekelne, hogy másodszor is bizalmat kapott Johnson például, akit itt az előbb az összefoglalóban láttuk, hogy remekül vétette már magát észre. Jó estét kívánok, szervusztok! Nos, valóban ott van a középpályán Johnson, vagy Marshall, ahogy itt Kispesten hívják a nigériai játékost. Ő az előző bajnoki fordulóban Kaposváron debütált, az eltiltott Akasszu helyén, és elégedett volt vele Sukka Attila,
így tehát most is bizalmat szavaz neki. Egyébként is ez egy kritikus poszt szerintem mindkét oldalon, mert Akassu, aki kulcsember a Honvédban, eltiltását tölti, és a másik oldalon Abdurrahman 5 sárgalap miatt ugyancsak nem játszhat, őt pedig Rakovicsal helyettesíti majd Bencés Miklós, mondván, hogy az alapvetően védőposzton szerepeltetendő Rakovics jól fejel, és erre a feljátékra a feléveléseknél, a rögzített játékhelyzeteknél, a pontrúgásoknál nagy szüksége lesz majd a Diós Győrnek, de azt mondta ugyanakkor Bencés Miklós, hogy maga is kíváncsian várja, hogy Rakovics a középpályán hogy tudja majd megoldani a feladatát, mert belső védőként jobb hátvédként használta korábban. Egyébként mellékesen megjegyzem, ebben a szezonban még nem is volt kezdő, mert a holt szezonban megsérült. Ezen kívül ugye a támadójáték a mindkét csapatnak figyelemre méltó, 43 gólt szereztek összesen eddig a bajnokságban, és a két csapatnak összesen mindössze 3 olyan meccse volt ez idáig, amelyen nem szerzett gólt, tehát az biztos, hogy a támadójáték előtérbe kell, hogy kerüljön, illetve a másik támadójátékának semlegesítése. Minden esetre a Honvédtól hiányzik Danilo, aki a kanadai táblázatot is vezeti, illetve 10 góljával ott van a góllövőlista élén az élvonalban, az OTP Bank ligában, és rajta kívül bizony nem sok olyan játékos található a Honvéd csapatában, aki eddig rugdosta volna a gólokat, úgyhogy valakinek a helyére kell most lépnie. Krisztián, itt közben mi látjuk a lelátót, vagy a lelátókat is. Piros-feketékből, vagy piros-fehér szurkolókból van több? Nehéz megítélni, hiszen az alattam lévő lelátórész, a fedett lelátórész általában tele van, és onnan nehéz megmondani, hogy mennyien hiányoznak, hogy mennyien vannak ott. Tehát most nincs tele, innen már jobban látjuk. Több a piros-fekete, de nem számottevő a fölény. Egyébként 800 jegyet igényeltek a diósgyőriek, tehát nyilvánvalóan 800-al lesznek majd a vendégszektorban péntek ide vagy oda. Ezt csak azért mondom, mert itt még nem kezdődött el az adás, amikor már Várhidi Péter jelezte, hogy a diósgyőriek bizony szeretnek elutazni jó sokan a csapatukkal. Hát, hogyha valóban 800-at igényeltek, akkor itt lesz buzdisztás bőven. Hát, hogy ne lenne. Most még már most is látjuk, hogy elég sokan vannak, de hát a büfé még nyitva van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ott is vannak még jó páran. Meglátjuk. Kérdésed Krisztiánhoz esetleg van? Igazán, Krisztián, egyetlen egy dolog, ami engem érdekelne, hogy ugye itt beszéltek a pontrugásokról. Ugye itt látható, hogy nagyon sok olyan játékos van, akik a pontrugásokban jeleskednek. Esetleg itt a bemelegítés alatt láttál valami hasonlót, esetleg próbálkoztak-e valami felállással vagy gyakorlással. Nem tudom, előfordul egy-két csapatnál, hogy erre gondolnak, vagy esetleg az előzetesekből hallottál-e valamit. Őszintén kell, hogy válaszoljak. A jegyzeteimet igazgattam itt éppen az iménti percekben, tehát lehet, hogy a bemelegítés végén sor került erre. Én a korábbi szakaszát figyeltem a bemelegítésnek, akkor nem. Egyébként pedig az biztos, hogy gyakorolnak hétközben, erről beszélgettünk Subka Attilával, külön készülve egy-egy csapatra, és most Botis nélkül volt kénytelen gyakorolni a Honvéd, mert ő combizom húzódást szenvedett, és neki azért mind védekezésben, mind pedig támadásban kulcs szerepe van a Honvéd rögzített játékhelyzeteinél. Egyébként néhány héttel ezelőtt pont itt a Honvéd mesterével arról beszéltem, hogy valahogy nem jönnek úgy nekik össze az ilyen beívelések, mint korábban, mert azon a mérkőzésen gólt is szereztek, tehát jobban kell, hogy támadják a labdát, illetve pontosabban kell érkezniük a játékosoknak a megbeszélt helyre. Ez nyilvánvalóan erre a meccsre is érvényes. Na, fújt ki magad még, Krisztián, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Még egy dolgot azért szeretnék tőled megkérdezni, Péter, hogy itt ha már sok gól lesz, hát hogyha itt a táblázatra nézünk, a Diósgyőr 20-at, a Honvéd 23-at rúgott, és abszolút egyforma a kapott gólok száma. Igen, mert azért mind a két akkor helyen... Akkor ez döntetlenhez közel álló? Nem mondanám azt, hogy döntetlenhez közel álló, inkább azt mondom, hogy reménykedem abban, hogy tényleg egy őszinte jó futball lesz és sok gól. Ez azt is mutatja, hogy a Honvéd ugye a kontrajátékból nagyon erős, viszont hogyha kinyitnak, a visszakontrából elég sebezhető a védelmük, viszont a másik oldalon a Diósgyőrnél, mivel vállalják a támadó futballt, és ezért a hátsó alakzatuk nagyon sokszor futásra kényszerül, és futó gyorsaságban érzésem szerint nagy problémája lehet a Diósgyőrnek a mai napon. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy nagyon érdekes a helyzet, hogy melyik edző mennyit vállal föl abból, ami a vesztésre is lehetőséget ad, úgyhogy vagy a vereségre. Meglátjuk, hogy ki mire fekteti a főhangsúlyt. Tehát azt hiszem, hogy egy élvezetes, érdekes dolog lesz ez. Reménykedjünk azért a jó mérkőzésben. Most előtte még reklám, aztán ismét kapcsoljuk majd a helyszínt. Tartsanak velünk! Szlovák
ki a 10 legjobb jégkorong csapatával elkezdődött a Tipsport Extraliga új szezonja. A Sportem pedig heti rendszerességgel közvetíti a küzdelmeket. A Magyar Kupa negyedik fordulójában a Szolnok a Ferencvárost fogadja. A csapatok tavaszi 5 gólos derbije alapján most is gólzápor várható. De vajon ezúttal is a zöld-fehérek ünnepelnek a végén? Élő közvetítés a Szolnok-Ferencváros Magyar Kupa mérkőzésről szerdán délután kizárólag a Sport M műsorán. Öltözetük a judogi, küzdőterük a tatami, hitvallásuk a természetesség és a szellemi út követése. Hatfi Dániel Európa-bajnok és Fenyő Iván színművész segítségével sok mindent megtudhatnak a sporták szépségeiről, mestereiről, versenyeiről. Hajime Judo magazin a Sport M műsorán. Ha nem látta vasárnap este a Sport 2-n, ha nem látta hétfőn este a Sport 1-en, még ne rohanjon el a videótékába. A harmadik félidőt és a harmadik félidő extrát megismételjük minden kedden este a Sportemben is. Mert a Sportemben minden héten visszanézheti az OTP Bankliga előző heti fordulójának összes mérkőzését és az összefoglaló sót is. Az idő egyre fogy. Kevesebb, mint egy év van hátra, de hosszú még az út Londonig. Két hetente jelentkező magazinműsorunkban élsportolóink minden lépését nyomon követhetik egészen a célig, a 2012-es londoni olimpiáig. Út Londonba. Magazinműsor a Sport M műsorán. A meccs, amiről egy egész ország beszél. A rangadó, ami soha nem ér véget. Az összecsapás, ahol a győzelem mindennél fontosabb. Az év mérkőzése. Ferencváros Újpest a Sport M műsorán. Már tényleg csak pár perc, és jön az OTP Bankliga 13. fordulójának nyitó mérkőzésre. Hamarosan kapcsolunk majd Kispestre, de előtte elmondom, hogy Váridi Péter várja természetesen az önök hozzászólásait a szünetben, majd a meccs végén is. Az e-mail cím foci@sport1tv.hu, az SMS-eket a +36303030001-re várjuk. Van elérhetőségünk a Facebookon is, szóval semmi akadálya, hogy küldjék hozzászólásaikat. És akkor hamarosan legyen a szó ismét a kommentátoré Matusz Krisztián Kispesten. Reflektorfény, feszültség, lendület, energia. Töltődjön fel, hogy holnap is legyen energiánk. Jó napot kívánok, kedves nézők, a Bozsik stadionból. A forduló nyitómérkőzését tehát a táblázat harmadik és negyedik helyezettje játsza egymás ellen. Itt láthatjuk a diósgyőri szurkolókat. Úgy látom, hogy még jönnek egyébként a kapun, úgyhogy egyre többen lesznek, és nyilvánvalóan igaz ez a hazai szektorokra is. A Honvéd és a Diósgyőr legutóbb gólzáporos meccset játszott itt az élvonalban. 4-2-re diadalmaskodott a Bozsik stadionon a házigazda, úgyhogy bő fél óra elteltével már ki is alakult a végeredmény. A szezon végén egyébként, hogy emlékezhetünk, a Diósgyőr elköszönt az élvonaltól, de aztán tavaly egy óriási tavaszi meneteléssel kiharcolta a feljutást, és már akkor lehetett érezni, hogy kellemes színfoltja lesz majd az OTP Bank Ligának a diósgyőri VTK-n, most nem kellett csalatkoznunk, sőt, talán eddig még a várakozásokat is túlszárnyalták az újonc csapat játékosai. A rendezett háttér minden esetre sokat jelent, mint ahogy sokat jelent az is, hogy remek légiósokat igazoltak, és csak annyit változtattak a csapaton, amennyit feltétlenül muszáj volt, és ezzel nagyon sokat javult az együttes, tehát erősítések érkeztek valóban, akik jöttek, azok egyaránt erősítést jelentenek a kezdőcsapatban, úgyhogy új emberek beilleszkedésével nem kellett sok időt tölteni. Nos, itt van a Diósgyőr kezdő 11-e. Bencés Miklós három helyen változtatott az előző 4-0-ra megnyert mérkőzéshez képest. Ebből a háromból kettő kényszerű változtatás. Abdurrahman eltiltását törti, és nincs Pál Szabolcs sem ezúttal, és kikerült Arce, bekerült ugyanakkor a kezdőcsapatba Lipai Ákos, aki a mérkőzés előtt
volt egy kicsit kisebb sérüléssel küzdő játékos, illetve Seydi is bent van a kezdő csapatban, és Rakovicsról már ejtettem szót, háromszor szerepelt pedig csereként, most ott van a kezdő csapatban. Budovinszky Krisztián és Gohér Gergő volt Honvéd játékos, a harmadik volt Honvéd játékos, aki volt a Honvéd csapatkapitánya is, Dobos Attila térdoperáció után lábadozik. A Budapest Honvédnál egyetlen változtatás, az előző heti Kaposvár elleni 2-2-es döntetlen alkalmával szerepeltetett csapathoz képest Délce Gergely került a kezdő 11-be, mégpedig azért, mert a 10 gólos Danilo eltiltását tölti, ő is megkapta az 5. sárgalapját. A védelemben tehát Horváth Adrián szerepel majd a jobb oldalon, és Lovrics behúzódik középre, eredeti posztjára, amelyen már Kaposváron is szerepelt, debreceni András mellett. Ő ugye Botiszt helyettesíti, mert Botiszt Szombizon húzódás miatt hiányzik a mérkőzésről. Szabó Zsolt dirigál, a két segítője pedig Lémon Oszkár és Takács Gábor lesz majd a mérkőzésen. Piros-feketében érkezik a hazai csapat, tiszta-fehérben a Diósgyőr, amely eddig tehát nyeretlen idegenben, de ne feledjük, hogy három döntetlen mellett csak két veresége van a Diósgyőrnek idegenben, mégpedig a Videóton és a Debrecen otthonában szenvedte el ezt a két vereséget. Torgelle Sándort láthattuk, azt hiszem rászámítanak leginkább, mint potenciális góllövőre a Honvéd szurkolók Danilo kidőlésével, vagy kiesésével inkább. A 42-szeres válogatott támadó minden esetre góllal tért vissza Kispestre, és eddig két meccset játszott visszatérése óta, egy gólja már van. A Délce Gergel is nagyon sokra számít saját magától, ő állott Torgelle mellett. Most jön a himnusz, minden továbbit azt követően. Csak úgy, mint a Bozsik stadionban megszokhattuk mindig, Kolaris Andrea adta elő a szokott színvonalon. Nehéz dolguk lesz a hazai drukkereknek, ha ellensúlyozni szeretnék azt, amit a vendégszurkolóktól várhatunk, illetve már hallhattunk néhány másodperc elejéig, ugyanis szépen megtelt az a rész, amely a diósgyőri drukkerek számára volt fenntartva a lelátón. És oda nem nézők, hanem drukkerek érkeznek. Honvédnál itt van Délce Gergő, vele kapcsolatban hagytam félbe egy gondolatmenetet. Arról beszélt a honlapon, hogy nagyon kritikus önmagával szemben, és az bántja leginkább, hogy helyzetbe sem tud kerülni. Egy gólja egyébként van már a szezonban, azt mondta, összesen kétszer került helyzetbe. Kemenes tréfálkozik közben Budovinszkyval, a diósgyőri csapatkapitán nyerte a választást. Budovinszky már 4 gólos ebben a szezonban, 12 mérkőzésen. Egyébként annak idején szerepelt a Honvédban is, és nagyon kedvelték itt elsősorban a hihetetlen bombái miatt a Honvéd drukkerek. Még a 2003-2004-es idényben nyert NB1-es bajnoki címet a Honvéddal.
meccs, aztán éppen Subka Attila miatt kellett saját elmondása szerint távoznia. Egyetlen egy mérkőzésen kapott szerepet Subka Attilától Udovinszky Krisztián. Ő neki tehát külön szeretne bizonyítani. A felvezetésben ez már szóba került. Egyébként a távozását megelőzően Aldo Dolcetti 6 meccsen vetette be. Itt pedig Bencés Miklós, aki remek csapatot épít. És valóban egyre inkább összeérik a Diósgyőr, hisz a Tibor, akit a meccs legjobbjának választottak a Pécs elleni összecsapást követően, a diósgyőri szurkolók is beszélt erről a klub honlapján. Budovinszky. Meglátjuk, hogy Torgellék mennyire késztetik birkózásra, amiben valószínűleg jobb, és mennyire versenyfutásra Budovinszkyt, vagy éppen Igor Gált, a másik belső védő. Bohér dobhat, itt pedig Subka Attila. Horváth Adrián. Ivancsics indít, ő egyébként Kaposváron volt először a kezdőcsapat tagja ebben a szezonban, korábban csak csereként kapott lehetőséget, most megint ott van a kezdő 11-ben, és ő verekszi tovább magát, aztán rátart Igor Gál lábára. Ez már a hetedik meccse Ivancsicsnak ebben a szezonban, de mint mondtam, ez a második, amelyet a kezdőcsapatban itt. Szejdit láthatjuk. Ő már 5 gólnál jár a magyar élvonalban. Nyáron szerződtették, kalandos életút után került Magyarországra a szenegáli származású játékos. Fejpárbajt veszít. Abbas. Gallardo állította meg. Abbas is szenegáli egyébként, és a tavaszi idényt a Nîmes-ben, tehát Franciaországban töltötte. Rakott is. Az döntött mellette Takáccsal szemben, hogy ő magasabb, jobban fejel, és ennek hasznát láthatja a Diósgyőr a mérkőzésen, mondta Bencés Miklós. Góér vitt el fejjel a labdát, aztán Lippai tovább, Szejdiről pattan ki. Szóval Szejdi ide a szlovák másodosztályú Budvától jött, de játszott a francia negyedosztályban, a bahreini másodosztályban, tunéziai élvonalban és spanyol harmadosztályban is. Csak 26 esztendős, sok minden belefért eddig profi pályafutásába. Lőrincen ül a Csukka Attila mögött. Legutóbb szenvedte el második hazai vereségét a Honvéd azok után, hogy 4 hazai meccset úgy hozott le, hogy mindet megnyerte, és még volt sem kapott azokon. Paks viszont elvitte innen a 3 pontot, egy 3-2-es siker révén. Bohér. Novák fejelte tovább a labdát, Csami. Novák. Ivancsics hozhatja szabadon, Rakovics mellett tovább. Délceg, aztán Torgelle. Torgellét figyelmezteti Szabó Zsolt. Mondtam, volt Honvéd játékos Bohér Gergő. 2010 tavaszán egyetlen élvonalbeli meccsen szerepelt a nyitófordulóban, de ott kikaptak, és ráadásul utána egy ligakupa meccsen megsérült, és már nem tudta visszaverekedni magát a csapatba. Ettől függetlenül azt mondta, hogy nagyon korrektek voltak vele a Honvédnál, tehát jó emlékeket őriz, de akkor másik nyilatkozatában elismerte, hogy ideális hely magyar labdarúgó számára Kimos Győr jelenleg balozzon. Tábor, mint pedig a rendezett helyzet miatt. Rakovics fejjel, Debreceni. Csami, ügyes átlépőscsel vadász mellett, Csami. Rakovics, Csamival szemben, és megállítja Csamit. Aztán Ivancsics. Ez Budovinszky emeli ki.
Marshalltól oldalra, Horváth, Marshall. Csámi. Erőtlen lövés. Novák. Vadász ugrik közben, egyébként Vadász nemrégiben hosszabbított szerződést, csak mint Bohér. Többen is 2014-ig szóló szerződéssel bírnak most már a Diósgyőrnél. Ez a hosszú távra tervezés egyik biztos jele. Rados, illetve Gál is ebbe a körbe tartozik az említetteken kívül egyébként. Ellenfúj Szabó Zsolt veszélyes játék miatt. Ivancsicsal szemben történt szabálytalanság. Lovrić. Annak idején a Vámosi Budovinszki kettős jelentette az ikertornyokat a Honvéd védelmének tengelyében. Most tulajdonképpen ráillik ez a leírás a Lovrić debreceni párosra is. Ivancsicsot állította meg szabálytalanul Rakovics. Jön egy szabadrúgás, amely akár veszélyes is lehet kapura. Novák már ott van természetesen Ivancsics, és oda megy Csámi és Abbas is. Ivancsics az, aki leginkább készülődik. Vendég és két hazai játékos sorfalgyan át. Torgellék próbálják leszorítani a sorfalat. Egy szép kombináció, Torgelle! Picit fogták a mezét, de nem kap 11-es Torgelle. Villám gyorsan és pontosan végrehajtották ezt a variációt a kispestiek. Mivel itt szabadulna Torgelle és bizony cibálja rángatja Gallardo. Ha nem fogják, lehet, hogy ez berúgja. Így viszont szöglet. Szeidit kerülgeti Torgelle. Ivancsics sarokrúgása a 8. percben. Rados megelőzi Szeidi. Csámi sikerül átvennie. Így aztán indulhat a Diósgyőr. Horváth van hátul, és jó a becsúszása. Még nála is marad a labda, ez bravúros mozdulat volt. Horváth Adrián szűrőként általában a középpályán szokott szerepelni, most másodszor jobb hátvéd. Debreceni. Novák. Torgelle szabálytalan Gállal szemben. Két tapasztalt és erős testalkatú védő a Diósgyőrieknél és Budovinszki mellett az az Igor Gál, aki 28 esztendős, korábban a Slaven Belupóban, a Hajduk Splitben és Törökországban a Rizsesport csapatában is játszott. Ivancsics, rengeteget van ez idáig játékban, Torgelle rábuktatja. Sok figyelmeztető szigorú feddést Szabó Zsolttól Gál. Na jön egy beívelés, és hatalmas a helyezkedés, csak úgy, mint az iménti szöglet előtt. Kipai és Gallardo a sorfalban.
Ivancsics élesen mellé. Óriási szerencséje volt a vendégcsapatnak. Debreceni érkezett, és ő csúsztatott mellé. Ivancsics méltatlankodik, hogy ez szerinte illett volna befejelni. Kétségkívül hatalmas lehetőség volt. Debreceni viszonylag tisztán, de nem talál kaput. Jól érezte Bencés Miklós, hogy lehet gond a beíveléseknél. Szeidi. Gallardo hátra, Vadász. Gallardo, aki a Pécs ellen szerezte meg első gólját a magyar élvonalban. Lipai. Bohér. Laposan Lovrics takarít. Meglehetősen régen nem játszott egyébként belső védőt a kaposvári mérkőzés megelőzően, de abszolút jól illeszkedett a csapat szerkezetébe. Ezen a poszton is Iván Lovrics, Csukka Attila szerint. Egy Rakovics szabálytalanság Délceggel szemben. Horváth. Csak Szeidi a felező vonalon túl, de lehet, hogy őt is hátrébb rendeli Bencés Miklós. Egyedül Vajmi kevés esélye van a labdaszerzésre. Ivancsics. Horváth. És Lippai. Csámi. Elég rosszul nyúlt hozzá most a diósgyőri játékos. Csámi az alapvonalnál, és még így is jó. Novák. Azonnal vissza Gál. Vadász. Fordult vele Vadász, aztán bikázta ki. Ott láthattunk egy megelőző szerelés, de eléggé balul sült el. Csámi betörhetett a 16-oson belülre az imént. Novák Alexis kezében a labda. Torgelle szabálytalan ezúttal is. Szabó Zsolt pedig szeretné, hogyha megállna Torgelle és végig hallgatná őt. Szabó Zsolt már akkor is vezetett mérkőzéseket, amikor Torgelle korábban itthon játszott, tehát régi ismerősök tudják, mire számíthatnak a másiktól, ha úgy tetszik. Délceg. Lippai hátrafelé. Szabad rúgás. Bencés Miklós Bohérnak mondott néhány szót. Ez a sorsa annak, aki éppen aktuálisan az edző oldalán játszik a vonal mellett. Szeidi próbálkozott közben. Kemenes, aki eddig 6 alkalommal, tehát a meccsek felé nem kapott gólt. Botis hiányában ő a csapatkapitány. Lippai. Gallardo adta el. Délceg fordul rá. Nem bántották Délceget. Luke. Tisza veheti át a labdát, és viszi nyomban a védelemre. Szeidi sarkára pattant a sztár. Szeidi Novákot borította fel a 14. perc végén. Lovrics.
jó Tiszának. Lovric kíséri egyelőre, Gallardo. Debreceni fejelte ki, Lipai. Ivancsics. Horváth. Ivancsics nem tudja megelőzni Lipai. Viszont Torgele visszalépett labdáért, nem hosszú indításra számított. Budovinski haza, Rados. Elég meredek volt Rados megmozdulása. Rakovic bombázza el onnan. Luke. Nem igen van kit indítania. Megpróbálja tehát kapura ívelni a labdát. Kemenes jelezte, hogy köszi szépen, jó volt. Majd kiteszi Nováknak. Torgelle, mégsem az övé, Budovinski. Ez pedig Gál kíséri haza. Luke. Ez nem lesz, Tisza a 16-oson belül, elég éles a szög, Tisza, remek a csel, Tisza, gyönyörű, óriási játék volt, amit Tisza Tibor itt művelt és kihozott ebből a helyzetből, az azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy a maximum. Nem csak, hogy gól lett, hanem egy csodálatosan szép gól. Gallardo a gólszerző, a második gólja a magyar élvonalban az OTP Bank Ligában. Itt láthatjuk az indítás pillanatát, Tisza nem volt lesen. Ott vannak ketten, hárman is a honvéd játékosok. Debrecen itt átfűzi, és aztán az üres területre óriási pasztat Gallardónak. Oda a kapus nem érhet ki, a védő pedig nem ér oda. Hiába csúszik Horváth Adrián. Ez az a kreatív játék, amelyre a diósgyőriek maximálisan képesek. Vendégvezetés tehát. Gyakorlatilag az első gólszerzési lehetőség volt ez, legalábbis a vendégcsapattól a mérkőzésen, mert Debreceninek volt egy ígéretes fejese a túloldalon. Szeidi tovább. Tisza. Kiváló labdát ad a gólszerző Gallardo a vonalnál. Gallardo. Lukénak kapásra. Luke irányt változtat. Szöglet. Lovricsról vágódott le a labda. Ez sem volt csúnya. Gallardo tudatosan kereste Luke balosát, aki jött is lendületből, és alig, ha nem kaput talált volna, ha Lovric sem áll bele a lövésbe. Az első diósgyőri szöglet, 18. perc a mérkőzésen. Szeidi szoros őrizetben. Lipai, ez gyengén sikerült. És Torgellének vágták előre. Nem tud azonban kontrázni a honvéd a jelek szerint. Torgellére ráfekszenek. És aztán eladják. Luke próbálkozik, mint hiába ezúttal. Délceg. Gál fülelte le. Marshall. Lócsel. Gál. És aztán Rakovics Budovinskinek nem rúgják el a fehérmezesek. Inkább megjátszák a labdát, ha tehetik. Most tehették. Tisza. Novák. Csámi. Ivancsics, Marshall, Horváth, Gallardo sprintel hátra, Délceg, Ivancsics, Csámi, második kísérlet, nem is Csámi volt, Abbas volt, bocsánat, Novák, Abbas bokából, ezt behúzzák most Lesnek. A Délceg ugrott volna ki. Ez Les volt. Nem sokon múlott, de kétségkívül a védők mögött Délceg Gergely.
mondtam, arra utalt a nyilatkozatában, hogy a legnagyobb problémája, hogy összesen két gólszerzési lehetősége volt a szezonban, az egyiket gólra váltotta, Üdi ellen épp hogy elkerülte a próbálkozása után a kaput a labda. Viszonylag ritkán jut el hozzá, vagy jutott el hozzá az eddigi mérkőzéseken a játékszer. Bohér. Tisza kapott egyet Marshalltól. Mondtam, Marshall Belgiumból érkezett, és tulajdonképpen Tisza is, bár szabadon igazolható volt, amikor szerződtették, de a tavaszt a Saint-Truiden együttesénél töltötte. 2009-2010-es szezonban pedig az Antwerpet szolgálta, és 15 gólt szerzett a másodosztályú csapatban, akkor másodosztályú csapatban. Tisza kapja vissza ajándékba a labdát, Gallardo. Kint volt már. Mondtam, Gallardónak a második gólja volt, a múlt héten szerezte az elsőt. Ő 126 Primera Divízió mérkőzést játszott pályafutása során, és szerzett 6 gólt ezeken. A spanyol másodosztályban, a Segunda Divízióban pedig 92 meccs, 7 gól a mérlege. Az elmúlt két évben nem volt eredményes egyébként USK-ban. Ez nagyon veszélyes így, mélységből jön Torgelle és egyenlít! Torgelle Sándor a második hazai meccsén is betalál az OTP-ban, Kligában, a Honvéd színeiben. Vércseként csapott le a lehetőségre, és valóban, ahogyan várták is a Honvéd drukkerek, ő lép Danilo helyébe, ő szerez gólt piros-feketében. Íme még egyszer egy felívelés, amire számított és Bencés Miklós, de már is jön vissza a labda, és a mélységből érkező Torgelle az, aki lecsap rá. Itt Budavinski elrúgja, de mire megfordul, már Ivancsics visszafejeli. Gohért kizárják, Torgelle pedig jól lövi le az alsó sarokra. Elég gyorsan egyenlítette át a Honvéd. És kijelenthetjük, ez sem lesz olyan mérkőzés, amelyen a Diósgyőr vagy éppen a Honvéd nem szerez gólt. Gallardo. Eltelt az első félidő fele. Torgellét egyébként többször elmondtuk, már nyárig szerződtette a Budapest Honvéd, de azzal a kitétellel, hogyha télen olyan ajánlatot kap külföldről, amelyre rábólint, akkor mehet. Bohér.